Minden szép zene és jó sor egy pillanatra felébreszt. Ne feledd, ha így élsz, te is művész vagy. Akkor is, ha nem tudsz festeni, vagy verset írni. Az élet művésze vagy, mert a legcsodálatosabb műalkotás mégiscsak te magad vagy, és az életed. Müller Péter. A film a Békés megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban értelmi fogyatékossággal élő és időskorú ellátottak életéről szól. Szeretnénk megmutatni önöknek a sokszínűségüket, az utat, melyet kiválasztottak és elindultak rajta. Indulj el egy úton, én is egy másikon, hol egymást találjuk, egymáshoz se szóljunk. Aki minket meglát, azt fogja mondani, azt fogja gondolni, idegenek vagyunk. Az bajom van véled, sír a szívem érted, sír a szívem érted, majd meghalok érted. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A művészetek így összekapcsolódnak. Azt mondja Szimonidész, egy híres görög, ha jól tudom, tudós ember, hogy a festészet néma költészet, a költészet beszélő festészet. Tehát amit a festő lefest, színeket, azt én nézem, vagy megértem, vagy nem értem. Viszont én azt mondom, itt idézek most akkor az egyik versből, hogy olyan szín nincs is az égen, ami illene rá. Most, ha ezt meghallja egy festő, akkor lehet, hogy elgondolkozik az, hogy milyen szín lehet az, ami nem is illik rá. Szavakkal mi költők könnyebben bánunk. Szerintem a festőknek nehezebb a dolga, mert nekik láttatni kell azt, amit mi szóban ki tudunk fejezni. Mert ő egy asszony, akiért szerelmem lángol, nélküle mit ér a május, ha ez csupán csak álom. Ha festő lennék, akkor rajzolnék egy szívet, amelyik lángol. Lángra gyulladt, tessék, itt van a Vándortüzek címlapon. Az igazság az, hogy ha versről van szó, 6 féle betegségem van, és 85 éves vagyok. El van feledve a reuma, el van feledve minden, az irodalomra koncentrálok. És hála a jó Istennek, hogy megadta nekem, hogy oda tudom képzelni, amiről szó van. Ha őszi erdő a tématárgya, akkor erdőben járok, oda koncentrálok. És ha arról van szó, hogy sírnak a kicsi fenyők, akkor síró hangon mondom el azt a szakaszt, és amikor figyelem, hogy sír csönd van, akkor az jó, mert akkor engem figyelnek. És a visszajelzés, a taps, én is jól érzem magam, és lehet, hogy azoknak az embertársaimnak, a betegtársaknak is sikerült örömet szerezni. Jó lenne, ha az egész világon mindannyian, mindig, mi is, mindenki elfogadná másságot. Annyira anyás voltam, hogy én például nem, én csak akkor hittem el, hogy nincs örök élet a Földön, amikor édesanyámat elvesztettem. Addig nem hittem el, tudod? És ez nekem nagyon fájt. És a mai napig is nagyon fáj, mert egyszerűen annyira bennem volt. Életemben csak 2 nőt szerettem. Egyik volt a drága jó anyám, úgy szeretett, ápolgatott engem. Istenem, de vigyázott reám, és amikor betegségbe estem, féltő gonddal úgy imádkozott, de én csak az ellenét kerestem.
Anyám sírt, de nem panaszkodott. Ez a dal engem vigasztal. Ez valahogy azért is énekeltem el, mert azért szeretem ezt a dalt, megmondom, hogy miért. Azért szeretem ezt a dalt, mert ez valahogy úgy, akkor úgy megnyugtat. Tehát megnyugvást ad, hogy tudom, hogy édesanyám bennem él, meg hát tényleg én, hogy mondjam, édesanyám bennem él. Részét képezi az életemnek. Én ezért vagyok itt, ezért élek. Nekem ez jelenti a művészetet. Hát végül is ez is egy művészet. Vajsásaim fel kell lépni, akkor majd jön az izgalom, hogy jó, fel kell lépni! Nekem számítógépen van, én azon szoktam hallgatni legtöbbször a zenéket, én azokból szoktam leválasztani, és hogyha Robi fel tudja azt játszani, akkor azt előad tudjuk adni bárhol. És van neked való, természetesen. Persze, meg a közönségnek. Tehát először van az, hogy ti hoztok valamilyen dalt, utána azt megnézzük, hogy alkalmas-e arra, hogy azt te előadd. És ez így szokott zajlani, hogy amit ők hoznak, ugye akkor, ha olyan, akkor én azt mondom, hogy javaslom, hogy inkább válaszunk egy másik számot. Ez alapján szokott ez történni. Nekem kikapcsolódásnak. Nekem én. Jó érzés, meg akkor visszatapsolnak, hogy akkor vissza. Nem csak azt lehet, hogy bennünk, hogy mi most termék fogyatékosok vagyunk, hanem mint egy igazi emberre, így is lehetnénk elmondani, hogy egy több lehetőséget kapunk, mint egy megismert ember, akit felkapott. Mint a sztárnak érezni magamat. Nekem is van számtalan jó élmények, de inkább az, hogy tudok találkozni el sok ismerőssel, arcokkal, akiket úgy lehet tényleg ismerni. És a baráti kör, szerintem mindennél fontosabb. Margitka? Nekem is változott az énekem, tudok jobban gondolkodni, dönteni.
kicsit határozottabb vagyok. Büszke vagyok rá, hogy a zenekar tagja lehetek. Fám, adió.